tényleg nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy újra a parallaxisban köszönhetem Avilei professzort a Harvard Egyetemről. Üdv újra nálunk! Amint arra a hallgatóink és nézőink emlékezhetnek, tavaly beszélgettünk egy érdekeset az Oumuamua-ról és az ezzel kapcsolatos könyvedről, ami éppen akkoriban jelent meg magyar fordításban. És ismét csak azt tudom javasolni azoknak, akik nem olvasták még, hogy Vegyék meg és olvassák el, mert ez még mindig egy nagyon érdekes könyv. De persze az azóta eltelt évben rengeteg minden történt. A te kutatási területeiden is, így a Földön kívüli eredetű mesterséges tárgyak kutatásában is, olyan projektekben is, amelyek téged is érintenek, mint a Galileo projekt, amiről tavaly nem is beszéltünk, mert azt hiszem, hogy akkor még nem is létezett. Így igaz, az akkor még nem létezett. Viszont szeretném elmondani, hogy 2023. júniusában új könyvem jelenik meg, amelyben tárgyalom majd az emberiségre vonatkozó implikációit mindannak, amiről ma beszélni fogunk. Na ja, igen. És, és ha már az emberiségre vonatkozó implikációknál tartunk, meg annál, hogy mennyi minden történt az elmúlt évben. Hát azt hiszem, hogy a legmélyebb hatással mindannyiunk életére alig, hanem az volt, hogy ma olyan elképzelhetetlen kijelentéseket hallunk politikusoktól, vagy hát konkrétan egy politikustól, aki történetesen egy nukleáris szuperhatalom vezetője, amilyeneket sohasem hallottunk senkitől az elmúlt 60 évben a kubai rakétaválság óta. Szóval az a felvetés, hogy esetleg beüthet valami katasztrófa, az emberiséget létében fenyegető szerencsétlenség, mint egy atomháború, vagy klimaválság, vagy bármi ilyesmi, amivel az emberiségnek szembe kell néznie, az most már egyáltalán nem tűnik hirtelenjében annyira távoli eshetőségnek, mint akár csak egy vagy két évvel ezelőtt. Nos, mindez elgondolkodtat, hogy fajunk vajon tényleg intelligense, hiszen olyan károkat okozhatunk saját magunknak, amelyek létezésünket veszélyeztetik. És ha megvizsgáljuk, hogy az univerzum maga hogyan, milyen korszakokon át fejlődött, látjuk, hogy kezdetben nagyon egyszerű volt. Elemi részecskék levese, szinte teljesen egyenletes eloszlásban. Aztán a kicsit sűrűbb részek összehúzódtak, galaxisokká váltak, amelyeken belül a gáz csillagokká és bolygókká állt össze. És végül megjelent a Földön az általunk ismert élet. És létrehozta az általunk ismert legösszetettebb rendszereket. De ez nem kell, hogy azt jelentse, hogy a jövőnk is ugyanezt a fejlődés irányt követi majd. Hiszen, ha nem vagyunk elég intelligensek végül, megsemmisíthetjük mindazt, ami fontos és kedves számunkra itt a Földön. És a bolygónk visszatér az egyszerűség állapotába. Ha belegondolsz, ez érvényes egyébként az univerzum egészére is. Hiszen úgy fest, hogy az elmúlt 5 milliárd évben az univerzum tágulása egyre gyorsul, és a miénktől távol lévő galaxisok egyre növekvő sebességgel távolodnak tőlünk. Ahogy az univerzum tágulása gyorsul, egyszer eljutunk oda, hogy azok a galaxisok a horizontunkon túra kerülnek, tehát még a fény sem lesz képes áthidalni a köztük és köztünk lévő egyre növekvő szakadékot. Így végül semmi más nem lesz körülöttünk, csak a vákum, ami tényleg a lehető legegyszerűbb jövő, amit csak el lehet képzelni. Vagyis egy igen egyszerű állapotból indultunk. Ami nem mellesleg a mi életünkre is igaz. Csecsemőkorunkban relatíve egyszerűek vagyunk, aztán, amint felnövünk, egyre bonyolultabbá válunk. Amíg végül az idősek ismét a csecsemőkre emlékeztetnek. Vagyis porból lettünk, és porrá leszünk a legvégén. A kérdés mindössze az, hogy vajon felelősek leszünk-e a saját magunk visszatéréséért a porba, vagy ezt majd elintézi a nap amely egy milliárd éven belül elforralja majd a föld színéről az óceánokat, vagy valami hasonló természeti katasztrófa. Az én javaslatom, hogy inkább tartson ki a buli még legalább egy milliárd évig. Igen, ez egy nagyon jó tervnek hangzik, ha persze, hogy arról beszéltünk, még mindig ott van az a bizonyos nagy szűrő, amit a könyvedben is említesz. És persze ez felveti a kérdést, hogy nincsen-e valamiféle természeti törvény, amely korlátozza egy technológiai civilizáció élettartamát. Ez egy nagyon érdekes felvetés. És valóban felállíthatjuk azt a statisztikát, hogy a csillagok többsége évmilliárdokkal korábban alakult ki, mint a nap. Ha megvizsgálod a világegyetem csillagkeletkezési történetét, azt láthatod, hogy ennek a tetőpontja olyan 10 milliárd évvel ezelőtt volt, még a nap csupán 4,6 milliárd éves, vagyis egy későn érő típus. Egy milliárd év múlva elforralja az óceánjainkat, azaz csak ennyi idő áll a rendelkezésünkre. Ha ez az időtartama egy technológiai civilizáció létezésének, akkor azok, akiknek már több milliárd évvel ezelőtt elkezdett ketyegni az órája az exobolygókon, ők már nem élnek. Mi pedig felderíthetjük, hogy miért pusztultak el. Hogy vajon természeti katasztrófa végzette velük, mint amikor egy csillag sterilizálja a lakható bolygóját. Vagy egy önmaguk által előidézett sérülés, egy atomháború, vagy egy klímaváltozás, esetleg egy mikróba, vagy egy vírus, amit biológiai hadviselés céljából egy laborban hoztak létre. Ha ilyen szemmel vetünk egy statisztikusi pillantást az exobolygókra, szerintem mondhatjuk, hogy a minket megelőző civilizációk már nyilván kihaltak. Még ha természetes okok miatt is, például a napjuk elforralta az óceánjaikat. Vagyis tőlük eredő rádiójelek után kutatni nem a helyes módja annak, hogy nyomokat találjunk. Olyan, mintha arra várnánk, hogy felhívjon telefonon Wolfgang Amadeus Mozart. Ő már nincs itt, viszont megtalálhatod azt, amit hátrahagyott. Ugyanez érvényes a kozmikus civilizációkra. Kereshetjük az általuk küldött űreszközöket, és ha azokat a megszokott kémiai hajtóanyagokkal hajtották, akkor azok biztosan nem érték el a tejútrendszer elhagyásához szükséges szökési sebességet. Azaz itt kell, hogy legyenek a galaxisunk gravitációs terébe csapdázódva, amely egy kosárként egyben tartja ezeket, szemben a rádiójelekkel, amiket ők kibocsátottak amik végül eljutnak az univerzum széléig, de így nem igazán érzékelhetjük már őket. Tehát ez a csillagközi űr régészet egy teljesen eltérő szemléletet igényel. Ez alapvetően azt jelenti, hogy olyan fizikai objektumokat keresünk, amelyeket más civilizációk készítettek és küldtek az űrbe. Olyan ez, mintha megnéznéd, van-e valami a postaládádban, ahelyett, hogy egy telefonhívásra várnál. 70 éven át vártuk a rádiójeleket, a telefonhívást, de nem fogtunk semmit. Ezért azt javaslom, hogy nézzük meg a postaládánkat a kertben, talán tele van felhalmozódott levelekkel. Na igen, és akkor már hadd kérdezzek valami provokatívat, ami még inkább kívül esik a, hát hogy mondjam, megszokott kereteken. Ja, amúgy én azt gondolom, hogy a megszokott keretek rossz helyen vannak. Az én érveim teljesen a józanészen alapulnak, szóval inkább úgy tűnik, hogy ezek a keretek nincsenek a jó helyen. Na igen, ahogy ez már sokszor előfordult a tudomány történetében, újra meg újra megtörténik. És akkor meg kell várni, hogy bekövetkezzen a paradigmaváltás. Csak odébb kell mozdítanunk ezeket a kereteket, nem olyan nagy szám ez. Ahelyett, hogy 10 milliárd dollárokat költenénk a szuperszimetria elmélet hipotetikus részecskeinek keresésére, azzal, hogy részecskéket zúzunk széjjel a nagy hadronütköztetőben, ennek a költségnek a századából építhetnénk olyan távcsöveket, amelyek folyamatosan figyelik az eget olyan eszközök után kutatva, amelyeket földön kívüli civilizációk alkottak. Épp ez az, amit a Galileo Projectben csináltok. Én csak annyit mondok, hogy néznünk kell ahhoz, hogy lássunk. Egyáltalán nem bonyolult. Nyilvánvalóan. Na, szóval, amikor ezek talán mégsem annyira eretnek gondolatok, de akárhol is vannak a keretek, azért az, amit kérdezni fogok, az mégiscsak elég súlyos. Tehát Említetted a statisztikákat, ugye? de nyilván jelenleg, mivel mindedig nem volt meg sem az az 1 milliárd dollár, sem az idő arra, hogy begyűjtsünk egy tisztességes, hogy is mondjam, asztroszociológiai jellemzéshez egy valamire való statisztikát, viszont a fizikában gyakran megesik, hogy legalábbis úgynevezett stacionárius rendszerek esetében, amilyen talán a Föld is, talán, a rendszerek sokaságára vett statisztika helyett egyetlen rendszer hosszú időre vett időbeli statisztikáit elemezzük, hogy megtudjunk valamit a világról. Így hát felmerül a kérdés, hogy tudhatjuk-e egyáltalán azt, hogy a Föld bolygón nem alakult -e ki valaha egy másik technológiai civilizáció, ami éppen itt fejlődött ki valamikor az elmúlt 4,6 milliárd év során. Hiszen ugye ez is egyfajta szűrő. Mert hát ha mi most egyik pillanatról a másikra kihalnánk, holnaptól az emberiség megszűnne a Földön, vajon miféle nyomaink lennének, amelyek 100 millió év múlva is érzékelhetőek lennének? Hát igen, bár a Föld nem is az alkalmas hely az ilyen kereséshez, hiszen a Föld felszín és a köpenyanyaga anyaga a 100 millió évek alatt elkeveredik. Így aztán, ha valami érdekes történt itt a közelmúltban, azt esetleg megtalálhatod de az értelmes lények keresésének legjobb helyszíne valójában a Hold. Hiszen mindmáig ott vannak a lábnyomaink a Holdon. Persze idővel a mikrometeoritok azokat is eltörlik, de aztán, ha például az Artemis program úgy igazán beindul, és létrehozunk valamiféle bázist a Holdon, ez a lábnyom ott is fog maradni. A Holdon nincsen geológiai tevékenység, nincs légkör, és a Marson is hasonló a helyzet. Vagyis nekünk át kellene kutatnunk ezeket a bolygófelszíneket mesterséges eszközök után, amelyek még mielőttünk, vagy a Földről érkeztek, vagy pedig exobolygókról származó objektumok lezuhan darabjai lehetnek. Ez szintén egy lehetőség, hiszen közönséges kémiai rakétákkal fél milliárd évbe telik keresztül utazni a tejútrendszeren. Mint említettem, csak meg kell vizsgálnunk, hiszen a legtöbb csillag több milliárd évvel a nap előtt keletkezett. Tehát bőven volt rá idő, hogy ez meg is történjen. Na már most az elég valószínű azért, hogy semmi hozzánk hasonló nem élt régebben a Földön, de tudod, ezt is empirikusan kell megvizsgálni, és nem csak feltételezni. Az ember eléggé hajlamos arra, hogy azt képzelje, mi vagyunk a világ mindenség közepe, és nagyon fontos szereplői vagyunk ennek a kozmikus színjátéknak. De én azt mondom, hogy ez a színjáték 13,8 milliárd éve kezdődött, és mi csak a végén értünk ide. És mind az alapján, amit Galileo Galilei és Kopernikus tanított nekünk, nem a miénk itt a főszerep. Tehát, ha nem te állsz a színpad közepén, és csak későn bukkantál fel, akkor ez a darab nem rólad szól. Jobban teszed, ha inkább más szereplők után kutatsz, akiktől megtudhatod, hogy miről is szól ez az előadás. Igen, jó. Hát akkor visszatérve hosszú távú jövőnkre, ami bár remélhetőleg tényleg vár ránk odakint, mégis, ahogy a bevezetőben is említettem, mindannyian érezzük, hogy van egy nem elhanyagolható esélye azért egy olyan katasztrófának, ami eltörölheti a civilizációnkat, a kultúránkat a Földről még ha nem is az egész emberi fajt. Na és egy friss ciketekben, amit két kollégáddal írtatok, amiben belefutottam az interneten, ilyen esetekre valami olyasmit javasoltok, amire úgy utalsz, hogy a holdi biztonsági másolat az emberiség számára. Aminek tehát ismét csak a Holdhoz van köze. Azt hiszem, most már mindannyiak értjük is, hogy miért, hiszen a Holdon nincsen lemeztektonika, meg ilyesmik. Szóval az ötlet egyszerűen az, hogy tartsunk fent egyfajta biztonsági adattárat, egy felhőt, ha úgy tetszik, amelyben az emberi tudásnak azt a részét, amit megőrzésre érdemesnek találunk, megőrizzük és tároljuk a Holdon nagyon hosszú ideig. Tehát kérlek, beszélj erről az izgalmas ötletről. Ez tulajdonképpen nem egy eredeti ötlet. Onnan indult, hogy nyáron vettem egy laptopot, és a pozdokom azt javasolta, hogy vegyek hozzá egy hordozható háttértárat is. Azon biztonsági mentéseket tárolhatsz a gépről, hogy akkor se vesztenek el a fontos dokumentumok, ha valami baj éri a laptopot, mondjuk leöntött kávéval. De ha mégis Megvan minden biztonsági másolatban. Erre azt gondoltam, miért nem tesszük ugyanezt nagyban? Tekintve Putyin ambícióit és mindazokat a veszélyeket, amelyek létében fenyegetik az emberiséget. A hold ehhez egy ideális platform, mivel először is itt van a NASA Artemis programja, amelynek keretében azt tervezik, hogy egy fenntartható emberi bázist létesítsenek a holdon. Vagyis lesznek ott emberek. Így nem annyira drága létrehozni és működtetni ott egy ilyen tárolórendszert, és feltölteni mindazt az információt, amit fontosnak tartunk. Például minden emberekkel kapcsolatos információ, így például könyvek, zenék, az ember kulturális termékei könnyen tárolhatóak. Vagy a földi életformák genetikai kódja szintén elmenthető oda, és aztán rendszeresen frissíthető is. Szemben például az aranylemezzel, amit a Voyager űrszondára szereltek. Az a csak nagyon limitált mennyiségű információ van, és ráadásul olyan, amire én nem vagyok különösebben büszke. Nem szeretem a 60-as évek zenéjét például. A feleségem imádja, de engem mindig az újdonság, az élvonal vonzott. Szóval, Szerintem az, hogy legyen lehetőségünk frissíteni az adatokat, igazán alapvető fontosságú ahhoz, hogy büszkék lehessünk arra, amit teszünk. Hogy mondjak egy példát, a New Horizons űrszondát azért küldték, hogy a Plutót vizsgálja. De vitt magával egy kis dobozt is. A dobozban a Plutót felfedező Clyde Tombó hanvainak 30 gramja kapott helyett. Amikor ezt meghallottam, azt gondoltam, hogy ennek semmi értelme, hiszen ezek a hanvak semmiben nem különböznek egy cigarettájétól. Semmiféle információt nem tartalmaz. Tehát mi az értelme elégetni annak a tudósnak a genetikai információját, akiről éppen meg akarnál emlékezni? Én szégyellem ezt a dobozt. És ha a földön kívüliek megtalálnák, azt hinnék, hogy mi egy nagyon agresszív civilizáció vagyunk, nagyon primitív rítusokkal. Megsemmisítjük annak a személynek a DNS-ét, akiről meg akarunk emlékezni. Szívem szerint küldenék egy gyorsabb űreszközt, hogy megelőzze a New horizons t és előre is elnézést kérjen az esetleges megtalálóktól ezért a dobozért. Viszont megtehetjük, hogy azokat a dolgokat, amikre igazán büszkék vagyunk, folyamatosan frissítve tároljuk majd a holdon. Nos igen, említetted a Voyager aranylemezt, és én történetesen ismerem John Lamberget, aki egyike volt a lemez tartalmát összeállítóknak, természetesen Carl sagan együtt, akitől az egész ötlet származott, de John volt a művész a projektben, és ő maga a te biztonsági másolatos felvetésedre azt kommentelte. Mielőtt ezt megemlíted, azt hiszem meg kell jegyeznem, hogy van rajta egy illusztráció egy férfiról és egy nőről de még az előttről, hogy divatba jött fitnek, sportosnak lenni. Vagyis a mai megítélésünk szerint ez az illusztráció már nem olyasmi, amire büszkék lehetünk. Nos, hát John Lambert számára legalábbis mindenképp ez a Voyager lemez inkább volt valamiféle művészi projekt. Persze neki, mint művésznek nyilván, de mondott egy érdekeset a te holdi adatmentési javaslatoddal kapcsolatban. Azt, hogyha a Föld olyan mértékben megsérül, hogy a biztonsági háttértár adataira lenne szükség, az űrutazás nyilván maga is megszűnik, és az adatbázis hozzáférhetetlenné válna. John Lamberg szerint ez az egész alig lenne több, mint valami alibi intézkedés saját magunk megnyugtatására. Oké. Okay. Szóval az elképzelésemnek éppen az a lényege, hogy lesznek már emberek a Holdon, hiszen egy önfenntartó bázis létrehozását tervezik ott. A Hold tehát lakott lesz, az ottaniak pedig képesek lesznek működtetni ezt az adatrögzítő berendezést, és remélhetőleg képesek lesznek feltámasztani, ami fontos számunkra. Na persze, van egy bunker valahol a fehér alatt, de az arra hivatott, hogy washingtoni politikusokat őrizzen meg vész esetén, és ők nem szükségszerűen az emberi génkészlet legjavát képviselik. Értem, na, oké, okay, ezzel nagyon egyetértek. Na, rendben, eddig ez így oké, okay. na de az is, az is egy kérdést vett föl, hogy a cikketekben azt írjátok, hogy a holdi háttértárat a földről lézernyalábokon alapuló, de mindenképpen valamilyen elektromágneses hullámokkal történő kommunikáció útján frissítenék. Na most én értem, hogy a lézer azért jó, mert az egy nagyon fókuszált nyaláb, de még azzal is elkerülhetetlenül kiszivárog a sugárzás egy része más irányba kérdezem, hogy ha egy ilyen szenzitív adatokat küldünk fel, mint a teljes emberi tudás és genom, akkor nem félünk-e attól, hogy ha van odakint valahol egy másik civilizáció, amely fogja majd ezt az adást, hozzájut esetleg ezekhez az információkhoz. Nos, ne feledd, hogy ez az információ nem új. Egyszerű módon tároljuk az adatokat mindarról, ami a Földön történik. Ezekhez ők maguk is könnyen hozzájuthatnának, ha szondákat küldenek a földhöz, vagy akár csak belehallgatnak a rádió kommunikációnkba. Úgy értem, ha ránézel a közösségi médiára, különösen a Twitterrel, láthatod, hogy tele van olyasmivel, amit inkább nem kéne kisugároznunk, mert ezzel elveszítenénk státuszunkat intelligens civilizációként. Amúgy azt hiszem, hogy az értelmiségi rangsor tekintve az emberiség valószínűleg nem igen tartozik az osztály közé. Tudod, az előadásomon a hallgatóimnak elmondom, hogy a társaság fele a medián alatt van, ami csupán egy statisztikai tény. Függetlenül attól, hogy mennyire okosak, a tanulók fele bármely osztályban a medián alatt van. Definíció szerint. Erre felkapják a vizet, mert úgy jöttek a Harvardra, hogy azt hiszik magukról, hogy zsenik. De a felük akkor is a rosszabb felébe fog tartozni. E felől kétség sincs. És ha az a kérdés, hogy vajon mint civilizáció, hogy állunk a rangsorban, hát én nem fogadnék arra, hogy a legjobbak között lennénk. Inkább arra, hogy valahol a középmezőnyben. Szóval ne aggódj alig, hanem annyival okosabbak, hogy úgyis mindenre rájönnek rólunk. Amit inkább tennünk kell, hogy fejlesszük magunkat és tanuljunk tőlük. Tudod, az ok, amiért intelligenciát keresek az űrben, az, hogy nem túl gyakran találok itt a Földön, és szeretnék tőlük tanulni. Csak képzeld el, mennyi innovációt, micsoda technikai ugrást jelentene olyan kütyüket látni, amelyek magasan fejlett technológiával évmilliókkal ezelőtt készültek. Mennyi időt spórolhatnánk meg, válaszokat találva olyan problémákra, amiket mi még nem oldottunk meg. Csak hogy mondjak egy példát: vannak a világon olyan emberek, akiket azért fizetnek, hogy az univerzumról gondolkodjanak. Őket kozmológusoknak hívják, én is közéjük tartozom. És a legalapvetőbb dolog, amit bárki kérdezhet erről, hogy oké, okay, de miből áll az univerzum, mi alkotja a világ nagy részét. Elég egyszerűnek tűnik, de nem tudjuk. Egy évszázada vizsgálódunk már, próbáljuk megérteni, hogy mi az, amit sötét anyagnak hívunk. Igazán meglepő, hogy a kozmológusok fizetést kapnak, mert bizonyos értelemben nem tudják, miről beszélnek. Úgy értem, egy olyan anyagfajtáról beszélgetünk, ami nem található meg a naprendszerben. És van itt egy érdekes tanulság. Mindig azt gondoljuk, hogy ami itt körülvesz minket, az jellemzi az egész univerzumot. Ezért gondoltuk azt is, hogy mi vagyunk a világegyetem közepén. A lányaim is azt gondolták magukról, hogy ők a világ közepe. Aztán elkezdtek óvodába járni, és ott rájöttek, hogy a világ sokkal nagyobb, mint az otthonuk. De azt is hiszük, hogy minden, amiből az univerzum áll, az itt is megtalálható. Ám ez nem igaz, ez bizonyítja a sötét anyag. Az univerzum 83%-a valami olyasmiből áll, amit még nem találtunk meg. Én pedig azt mondom, a keresést folytatni kell. Az első három csillagközi objektum, amelyek beléptek a naprendszerbe, nagyon furcsának tűnnek. Ebből kettő olyan meteor, amelyeket a tanítványommal, Amir Sirajjal fedeztünk fel. Az elsőt 2014-ből, a másikat 2017 márciusából. És persze ott van az Oumuamua, az objektum, amit a Földön kívüli című könyvemben tárgyaltam. Az első két csillagközi eredetű meteorit úgy tűnik alig, hanem a vasnál keményebb anyagból áll, az alapján, hogy hol robbantak fel a légkörben. Nem tudjuk, miféle anyag volt ez, de éppen ezért tervezünk egy expedíciót Pápua új Gineába. Felkortoljuk az óceán ezen meteorit szilánkja után kutatva, és kiderítjük, hogy miből áll. Tettem egy ígéretet a Modern Művészeti Múzeum kurátorának, hogy amennyiben egy mesterséges szerkezetet találunk, ami a miénknél fejlettebb technológiát képvisel, akkor elviszem, hogy kiállíthassák a Modern Művészeti Múzeumban. Hiszen számunkra a modernitást fogja jelképezni. Még annak, aki küldte ez már ős történelem. Tehát a lényeg az, hogy azok a naprendszerbe érkező csillagközi objektumok, amelyeket láttunk, nagyon különlegesnek tűnnek. Kilógnak a sorból mindazokhoz a kövekhez képest, amelyeket a naprendszerben figyelhetünk meg. Amiképp a sötét anyag is valami olyasmi, amit nem figyeltünk meg a naprendszerben, tehát muszáj nyitottnak lennünk, hiszen az, amit az udvarunkban találunk, nem feltétlen azonos mindazzal, amiből a világ áll. Köszönöm szépen a, hát mint mindig, most is inspiráló beszélgetést, és még egyszer alig várjuk, hogy meglássuk, hogy mit találtok Pápua új Gineában, és persze, hogy olvassuk az új könyvedet, ami angolul hamarosan megjelenik. A címe Interstellar. És mivel az előző könyv címe, Extraterrestrial, vagyis Földönkívüli volt, néhány napja írtam a kiadómnak, hogy ha trilógia lesz végül, akkor a harmadik könyv címe Intergalactic lesz. Hát, oké, okay. reméljük, majd akkor is itt leszünk és azt is elolvashatjuk és megbeszélhetjük majd a maga idejében. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt lehettem. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.